tisztelt kollégák érdeklődők, a Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény nevében nagy szeretettel köszöntök mindenkit a Városnap alkalmából meghirdetett helytörténeti játékon. Kifejezetten nem betélkedőt, nem versenyt szerettünk volna mai napra hirdetni számotokra, hanem egy játékos délután, ahol mindarról, amit már ti olvastatok, hallottatok, akár családi körben, akár iskolában, akár saját kutatásaitok alapján, most itt megoszthatjátok velünk. Mindegyiket átnéz, fontosabb velünk. Nézzük meg. Nézd már el. Ennél is kettő van. Nekünk nem volt, nem? Mi nem volt? Már csak ez december. És akkor az állapok, az most szerintem január, mert hogy az utána van. Érted? Jó. Förgeteg. Mi? Förgeteg, haba. Haba. Akkor ez biztos. Legyen február, mert az a maradék téli hónap. A Gyertya Szentelő Boldog Asszony napját hova tennétek? Melyik hónaphoz? November. Minden az első csoporttól kérdeztem. November. Sajnos nem. Hát mi benne? 1947. Ja, jó, de azt nem mondjátok alakban. Mikor született Móricz Pál? Hány Móricz Pál? 625. Szerintem is bejött. Én is esélyes. A vasút. Milyen vasút? Na, ez évesi motorkerékpár. 115 éves a vasút. Június 21. A zeneünnepe programok. Először közös énekléssel kezdünk, zenefelismerési verseny, énekverseny, kottázó verseny, zenetotó, sztárok lesznek, sztárvendégek, Well Hello, Horváth Tamás és Raúl, Majka, és lesz egy jótékonysági tombola sorsolás a szegények javára, tombolákat fognak árulni, és záró programként a One Direction lép fel. 31, 32, 33, 34 és fél. Oh. 30 és fél pontot szerzett Bocskai Hadinépe. Szeretettel várunk benneteket. Fél ponttal előzte meg a második helyezett csapat, az időutazók csapata. Bocskai Hadinépe, gratulálok nektek! És a Hajdu kapitányok 34 és fél ponttal az első helyen végeztek. Gratulálok!